Zenész vagy. Aha, művész. Ó, szegény szomszédok. És egyébként mit csinálsz? Mikor kezdesz el végre dolgozni? És ebből meg lehet élni. És rendes diploma? Valami van? Vajon mit rontottunk el? Majd kinövi. A titokzatos zenészek kicsit hasonlítanak a szitlovagokra. Azokból is mindig kettő van. A tanítvány és a mester. Az előző rész tartalmából. Tulajdonképpen ennek a hangszernek a sikerét a populáris zene hozta meg. A második gitár az egy jazz bass, ez itt a Fender találmánya, ez a modell, és az 1960-ban készült, ez a korabeli Jazzmaster gitárnak, annak volt a basszus verziója, a 70-es években kezdték el ezek azok a zenészek a karrierüket, pályafutásokat, akikre ma úgy tekintünk vissza, hogy a hangszernek a definiálói. Az első év után én már jelentkeztem is a jazz tanszakra, nagyon bátran, nem vettek fel. És a harmadik, ez már nem annyira nagyon klasszikus, mint az első kettő. Ez egy Music Man Stingray-nek az 5 húros változata. A 4 húros verziója a Music Man-nek az a 70-es évek közepén jelent meg. A 70-es évben alkotta meg szintén a Fender, de már nem a saját cégénél, mert a saját cégét addig eladta. Annyi jó basszusgitáros van, mind különböző műfajokból, a Gyuri is beleszámítva. Folytatódik a Padaván című portré műsorsorozat Szent Gallai Gyurival. Ebben az adásban a 90-es évek nagyformátumú basszusgitárosainak ismertetése után Gyuri zenekarait és a különböző formációkban betöltött szerepét ismerhetitek meg. Hogy mennyire sokoldalú basszusgitáros ő, elmondja a Jazzation képviseletében Kanizsa Gina és Váraljai Katus, de Cséri Zoli is elmeséli élményeit. Gyuri első állandó budapesti zenekara egyébként 2014 és 2017 között a Vadvirágok, alias White Flowers Blues Band volt, továbbá meghatározó számára a Lightbulb Jazz Quartett is, Borbényi Nanival, Kovács Mikivel és Vidákovics Izsákkal komoly elismeréseket zsebeltek be. Jelenleg az Antal Gábor Jazz Trióban játszik, pop és folk fronton Rácz Gergővel és Maszkurával is dolgozik, valamint Vix színházi előadásokon is hallhatja a nagy érdemű. Beugrós muzsikus Csemer Bogi és Szarka Tamás zenekarában is hangszerel, komponál és tanít. Jöjjenek a 90-es évek hősei, majd a zenekarok! Érkezett a 90-es évek, ami a digitális technikára való átállás és a digitalizált zenék miatt egy más irányt mutatott, viszont a 90-es években az alternatív vonulatok lettek nagyon erősek, és az meg nekünk azért nagyon fontos, mert például olyan zenekarok, mint a Red Hot Chili Peppers, vagy a Rage Against the Machine, vagy a Tool, vagy a nem is tudom mik, a Limp Bizkit, a Korn, a Linkin Park, ezek fiatalokat tudtak újra megszólítani, és újra ehhez a hangszerhez hívni. Tehát tulajdonképpen egy picit a 90-es évek az valamiben hasonlít a 70-es évekre, mert megint egy újabb nemzedék érkezett, akik már ebből is tanultak, és tudtak rátenni. Hősök is, újabb hősök is, a Victor Wooten. A jazzben nyilván kialakultak ilyen iskolák, tehát például a Jaco Pastorius iskola, a Jeff Andrews-zal, meg hát nevezhetjük a Victor Bailey-nek is, vagy hát a Victor Bailey is ide tartozik. Szóval az is egy külön stílust alkot, így a fúzió jazzen belül, de hát ott van a Gary Willis. Azért csodálatos ez, mert most már egy hatalmas könyvtár ez, és azt lehet látni, hogy rengeteg különböző zenei hozzáállás van. Léteznek, akik iszonyatosan jól játszanak groove-okat, és ezeket akár improvizálni is tudják, vagy egyszerűen csak nagyon jól szól a kezükben a hangszer. Léteznek nagyon nagy ilyen innovátorok, például Anthony Jackson a 6 húros basszusgitárral. Léteznek nagy szólisták, ez a Pastorius iskola igazából, most a Adrian Farrowood, manapság, Janek Gűzdala, és még oly sokan mások. Meg léteznek, amik mindent tudnak. Én ezek közül tudtam már választani. Kérdezte tőlem egyszer egy barátom, hogy mikor lenne jó élni. És elgondolkodtam rajta, hogy igazából a 70-es, 80-es években volt a legjobb az a zene, ami engem érdekel és csinálom, de most jobb abból a szempontból, hogy most már azok készen állnak és hozzáférhetőek bármikor az internetnek és minden egyébnek köszönhetően, ezért abból lehet választani. Hogy inkább a háttérben maradós vonalat szeretem, nem azt, amelyik nem előtérbe kerül. Hogyha megtörténik az a ritka eset, hogy előtérbe kell kerülni, azt is jól kell megcsinálni, én azt vallom. Viszont fontosabb feladat az, hogy egy biztos, biztonságos alapot és egy biztos jó hangzást tudjon adni. Szerintem ez a hangszer ez legfőképpen erről szól, de hát persze ez mindenki máshogy fogja föl. We'll be right back.
a muzikum, a Kossuth Klub épülete. Nekünk itt voltak a konzis bemutató műsoraink, ezek ilyen fél évente voltak, azt hiszem, lehet, hogy negyed évente, lehet, hogy sűrűbben is. És ezek mindig nagyon, nagyon jó kis élmények voltak, nagyon jó kis esték voltak. Nem csak zenei értelemben, hanem egyéb értelemben is. Maszkakövek mesélnek. Hát maszkakövek tudnának itt mesélni. Hát rengeteg koncerten voltunk itt lakótársam, én barátommal, barátaimmal, cimborákkal, meg mindenkivel, úgyhogy jó emlékek kötnek ide. Hát már régen nincs itt a Jazz Club egyébként, azt hiszem, hogy ez már szintén ilyen 13 óta nem itt van. Ferencsi azóta a muzikumban is sikerült már játszani, úgyhogy azért valamennyire megvolt az az érzés, hogy visszatérés. Hát az egy ilyen időszak volt. Egyébként az Etude Konziban indult, és a Gyuri egyel alattam lévő évfolyamban járt, és utána az egyetemen is folytattuk ezt a dolgot, hogy akkor is egyel alattam járt. És én emlékszem arra, hogy az a közösség, ami ott akkor az Etude-ban volt, az mennyire erős volt, és mennyire szeretetteljes volt, és mennyire jó barátok lettünk mi ott és akkor, és mennyi elképesztő ökörséget csináltunk, mert csináltak ők főleg. És nekem ez a mai napig olyan dolog, amire ha visszagondolok, akkor ez engem tölt. Két hangszerelést mutatok meg neked. Ez az első, ez, ha jól emlékszem, 2016 közepére készült el. Ez egy big band hangszerelés volt, engem ez nagyon, ez a big band hangszerelés nagyon érdekelt mindig is. Ezt már gimnáziumban is így próbálkoztam tanulni, könyvek alapján, meg hallgattam sokat. Annyit kell róla tudni, nagyon nagy munkák ezek. Szóval ez egy részlete csak a partitúrának, mert ezek ilyen borzasztó, vaskos dolgok. Hát ugye minden hangszert meg kell szépen írni, lehetőség szerint tényleg szépen, hogy el tudják olvasni azok a zenészek, ennél szebben. Hogy olvassák el a stimmeket a zenészek, illetve aki a karmester, az is tudjon könnyen olvasni partitúrát. Nekem ez volt az első olyan big band darabom, amit tényleg eljátszott egy big band, és egy komoly big band, ezt a Budapest Jazz Orchestra játszott el, egy ilyen big band versenyre készült, ami második helyezést nyertem is, ami hát nem kis dolog számomra, mert nem volt ilyen, de nem vártam a dologtól semmit, nem volt ilyen ambícióm, hogy ezen járni fogok, igazából ki akartam próbálni, hogy akkor eddig ez a, ami időt ezzel töltöttem az életem során, hogy ezeket tanulmányoztam, partitúrákat olvastam, könyveket olvastam, az annak lesz valami eredménye, és szerencsére lett. Sajnos azóta én nem olyan sokat írtam big bandre, hát nagyon nagy munka, és azt azért el kell mondanom, hogy most ez kicsit ilyen kérkedés, nem akarok kérkedni, csak a big bandet általában fúvósok vagy zongoristák szoktak hangszerelni, írni. Nem véletlenül, ugye a fúvósok egyrészt azért, mert sokkal közelebbi kapcsolatuk van a fúvós hangszerekkel, a fúvós zenekaroknak a hangzásával, egy fúvós szekcióra hogyan lehet írni, milyen akkordokat lehet használni, stb. A zongorista meg ugye azért, mert mint ahogy a zeneszerzők is, számukra az egy látványos dolog, a zongorán látszik mind a dallam, a harmónia, a ritmus, és utána igazából ezt csak rá kell festeni egy bizonyos apparátra. Szóval erre nagyon büszke vagyok, erre a darabomra. Tulajdonsága zeneileg az, hogy tud azonosulni az elvárt stilisztikai jellemzőkkel. Tehát, hogy ő úgy fog darabot hangszerelni ránk, hogy ez megtartja a történelmi karakterét, megtartja a zenei karakterét, és megtartja azt a fontos karaktert is, hogy énekesek ezt el tudják énekelni. Mert ugye, mivel mi nem vagyunk abszolút hallással megállva sajnálatos módon, ezért azért nagyon elvetemül dolgokat, igazából mi elénekünk nagyon elvetemű dolgokat is, de a lényeg az, hogy a Gyuri arancsai általában kellemesek az előadó szempontjából is. Tehát nem küzdelme megvalósítani egy olyan darabot, ami benne viszont gyönyörű szépen szól. Miközben előadjuk, nagyon-nagyon tudjuk érteni is, hogy ezt csináljuk, mert nem kell harcolni közben, hogy szép legyen és tiszta legyen és megfelelő legyen, hanem egyszerűen zenei és működik. Nekem a kreativitása és a találékossága az, ami
ami egy nagyon fontos szakmai tulajdonság, tehát mindig meg tudott minket letni, de sosem annyira, hogy megijedjünk. Viszont nem hozta ezeket a sablonos a cappella feldolgozásokat, tehát hogy a hangzókat is nagyon kidolgozottan beleírta a kottába, a hangsúlyokat is nagyon kidolgozottan, tehát hogy hihetetlen precizitás van benne, a kreativitás mellett is, és emberileg pedig a rugalmassága az, amit én kiemelnék. Most legutóbb volt egy arancs, amit mi máshogy szerettünk volna, mint ahogy ő eredetileg elképzel, és aztán meg tudtuk találni, hogy miért közös pont, ami számára is elfogadható, és számunkra meg maximálisan az, amit szerettünk volna. Szóval ez pedig a Jazzationnál közös egyik projektünk volt, ami pedig azért volt számomra nagyon emlékezetes, mert ennél a projektnél dolgozhattam valóban egy klasszikus nagy zenekarral, fafúvósokkal, vonósokkal és vészfúvósokkal, ütősökkel, és ez azért volt különleges feladat, mert ebben a hangszerelésnek különböző oldaláról közelítettem meg a témát, mert volt benne orkesztráció, vagyis klasszikus kombinálása a hangszereknek, hangszíneknek, valamint volt aranzsálás, ami pedig abban merült ki, hogy az énekkart, azt én komponáltam hozzá, azt én aranzsáltam, és csomó mindenre oda kell figyelni, ezek nem üssék egymást. És hát tulajdonképpen részben jazzes munka volt, részben klasszikus, és ez nagyon emlékezetes maradt számomra, mert ez egy ilyen nagy volumenű feladat volt, és talán életem eddig legnagyobb volumenű hangszerelése volt ez. Hát ez is vaskosabb ennél, mert azt hiszem 70 oldal eredetileg kinyomtattam belőle 5-öt. Vagy valami ilyesmi. Tehát amíg ezt lepötyögtem, az hát egy pár hónap volt. Igen. És ha Gyuri zenéjéről van szó, az Antal Gábor trió megkerülhetetlen. Ez a felvétel Szőke Szandrával készült 2020-ban. Szerzés az egy nagyon tág fogalom, de hogyha egy picit szűkebben értelmezi az ember, akkor tulajdonképpen arról van szó, hogy komponálja a szerző a műnek a dallamát, a harmóniai dimenzióját és a ritmus világát. Ez még nem igazán terjed ki arra, hogy ez pontosan milyen hangszercsoportokon, hangszereken fog megszólalni. Tehát a nagy zeneszerzők is általában zongora mellett komponáltak, vagy zongora volt előtérben. Nyilván a kivétel erősíti a szabály, de legtöbben először egy zongora darabot írnak meg. Egy nagyon nagy volumenű mű esetében több zongora szólam is van. Ez maga a zenei anyag, tehát ez maga az a matéria, amiből lehet hangszerelni. És a klasszikus zenében az orkesztráció fogalma, az orchestration, ezt nem tudom, hogy szokták egyébként, az orchestrationnek nevezett dolog, az azt akarja, amikor nem írsz hozzá új anyagot, hanem dolgozol a matériából, de semmit nem teszel hozzá, hanem csak egyszerűen a hangjegyeket kiosztod bizonyos hangszerekre, vagy énekesekre, szintén hangszereknek számítanak, ütősökre, vonósokra, stb. Ez maga az orkesztrál, az orkesztrálás, ráírni egy orkesztrára, ráírni egy zenekar, bármilyen apparátusra, megrendelő, vagy a hangszerelő, vagy a zeneszerző igényei szerint, ha nem ő maga csinálja. Az arranging, vagy aranzsálás, az pedig inkább azt akarja, ami hát inkább a jazzben és a könnyűzenében szokott lenni, amikor egy vázlatból dolgozol, ami tartalmazza a dallami harmóniai dolgokat, de vázlatosan. És te ezt kidolgozod egy bizonyos zenekarra, hozzáírsz mondjuk más szólamokat, másmilyen ritmusra írod a dallamot, újra harmonizálod, reharmonizálod, beleírsz stop time-okat, megszervezed a ritmus szekciónak a kiállásait, a grúvját, a lüktetését, hogy ők mit játszanak. A jazzben egyébként ezek az aranzs dolgok a big bandek esetében is néha még vázatosak, a fúvósok azok általában szinte klasszikus minőségben le vannak írva, és a ritmus szekció az pedig sokszor ugye a walking bass esetében általában nem írják le a bogyókat, hanem csak az akkordokat, a dobosnak nem írnak dobkot, tehát csak odaérek, hogy itt tessék swingelni, tessék kiállni, ezek a kiütések. Hát ez mindig egy kicsit vázatosabb, mert ez könnyű zenei alapjáraton, tehát ebből származik. De nagy különbség a két fogalom között ez. Az orkesztráció aztán inkább a klasszikus zenére volt, és ma is arra jellemző, az aranzsálás, vagy arranging, az meg talán inkább a jazzben, de a kettő együtt is van, és néha együtt járnak. A klasszikus zenében régebben
az volt a jellemző, hogy a zeneszerzők maguk hangszereltek, a nagy zeneszerzők, és tényleg vannak kifejezetten olyan zeneszerzők, akik nagyon híresek lettek arról, hogy jól hangszerelnek, például Berlioz, Rimsky-Korszakov, Ravel, két R betűs, meg egy B betűs, hát ők kifejezetten híresek lettek a hangszerelés által. Aztán mostanában már főleg az alkalmazott zeneszerzésben, filmzeneszerzésben, színházi zeneszerzésben, meg az, hát legalábbis nyugaton nagyon jellemző, hogy a zeneszerző megírja ezt a magát az anyagot, a komponált anyagot, és arra egy seregnyi hangszerelő, meg producer, meg stb. Egy végleges formában önti a történetet, és így gyorsítanak a munka folyamaton. Még egyetlen dolog, hogy a hangszerelés általában a leghosszabb munka. A legmatekosabb, legtöbbet kell hozzá számolni az akkordok miatt, a ritmusok miatt, egyetlen kottát írni, rengeteg zenésznek partitúrát írni. Szóval nagy meló, de mindez azon múlik, hogy milyen lesz, hogy milyen maga a komponált anyag, az meg azon múlik, hogy milyen az ihlet, amiből kész az egész, tehát milyen az a motívum, amiből az egész fölépül. Szóval pici részletekből egy ilyen nagy dolog történik, és ennek az utolsó része a hangszerelés. Volt egy olyan kezdeményezés, hogy egy picit így a Budapest utcáin népszerűsítjük a jazzzenét, illetve a jazzzenéhez köthető műfajokat. Ez a Jazzmobil nevű kis csapat volt. Egy mikrobusz ment így a városba, és élőzene ömlött belőle igazi zenészekkel, és ott a Gyurival ott ismerkedtem meg, a Görög Dani barátunk révén. És hát így kiderült, hogy így egy rugóra jár az agyunk így elég sok téren. Ami hosszabb ideig tartott, az a Kodály Spicy Jazz, az egy ilyen fusionös népzenei vonal volt. Most sajnos azóta ilyen nagy kollaborációk nincsenek, de szerintem biztos, hogy még elő fog fordulni, nagyon-nagyon számítok erre. Mivel nagyon szerteágazó amúgy is az ismerete, nem csak zenében, hanem nagyon sokrétű és sok mindent szeret, legyen ez film, művészet, akármi. Ezért szerintem egy csomó olyan műfajhoz úgy nyúl hozzá, hogyha kell, akkor rockzene, ha pop, ha jazz, és szerintem ez egy nagyon nagy dolog, hogy valaki több rétű. Tehát ugye nagyon sokszor az, hogy valaki csak jazzzenész, vagy popzenész, vagy elektronikus dolgokat tud jól használni. Nyilván egy basszusgitáros esetében olyan ikonokon megy keresztül az ember, mint a Pastorius, meg még sorolhatnék nagyon sok ilyen híres zenészt. Viszont szerintem vele még soha nem volt olyan dolog, hogy ezt nem akarom eljátszani, ugyanis a Kodálynál nagyon sok mindent én hangszereltem, és mindig így egybe tudtuk forrasztani az elképzeléseinket. Szerintem mi nagyon hamar nagyon jó barátok lettünk. Ezt nem is lehet megmagyarázni, hogy miért ez ilyen. Szerintem 50% zenei kémia, 50% emberi kémia, és ugyanez elmondható szerintem, amikor egy színpadon állunk, hogy tényleg tök gördülékenyen tudtunk együtt dolgozni. Ő is sok jó tanáccsal ellátott, akár ilyen zenei hangszerelési dolgokkal. Dolgoztunk együtt egyébként más hangszerelésekben is, vonós, négyes, és hasonló dolgokat hangszereltünk együtt, és akkor is iszonyatosan jól tudtunk haladni, és szerintem ez az emberi dolgok miatt is, meg talán a közös érdeklődés miatt is van. A legjobb szakmai az talán tényleg ez a sokrétűség, hogy mindent olyan 100%-osan csinál meg, akár a videói, vagy ha eljön próbára, tehát olyan kerek egész. Ez volt a Padaván második epizódjának harmadik része. Egy hét múlva a záró egységben Gyuri mentorai kapnak főszerepet, valamint bepillantunk egy basszusgitár főtárgyórába is, és ráadásul zenefilozófiai megfejtésekre is jut idő. Kár lenne kihagyni, egy hét múlva találkozunk.